Új szezon előtt áll a Dunajvárosi Acélbikák csapata. A játékosok augusztus 29-én kezdték első közös edzéseiket. Elsőként az egyik legfontosabb, hogy az új edzőpáros megismerje a csapatot, a játékosok képességeit, és ehhez mérten vágjanak bele a következő szezonba. A tavalyi szezonunk nem úgy végződött, ahogy szerettük volna. Ma kezdtük meg a munkát, még a csapat hézagos, mert a légiósak folyamatosan érkeznek, a héten mindenki megérkezik. Terv szerint ugye szerdától lett volna jég elsőjétől, de a karbantartási munkálatok egy picit elhúzódnak, még ellenőrizni kell a gépeket, úgyhogy hétfőre ígérik nekünk azt, hogy tudjuk használni már a jégfelületet is. Addig szárazon megkezdtük a munkát, konditermi edzések, koordináció, stabilizáció, mobilizáció, futások, stb. Akik már itt vannak, dolgoznak keményen. Ma konditermi edzéssel kezdtek a fiúk, a utánpótlásban az U16-osokkal, az U18-osokkal és az U20-osokkal is megkezdtük a munkát, ők tesztekkel kezdtek, úgyhogy túl vagyunk a felén, már az első nap, úgyhogy ez egy jó hír. Hogy milyen lesz az összetétel? Igen, vegyes lesz most is az összetétel, ugye szlovák vezetőedző érkezett egy cseh másodedzővel, ők össze vannak már szokva, mert több éve együtt dolgoznak. Úgy hallottam, hogy elég szigorú a hozzáállásuk, úgyhogy bízom benne, hogy egy jó mentalitást tudnak majd átvinni a csapatnak. A légiósok is elég vegyesek, ugye igazoltunk, honosított kanadaiak jönnek, érkezik svéd, jön próbajátékra egy orosz hátvéd is. Ezen kívül vannak fiatalok, akik szintén érkeztek próbajátékra, ők most jelenleg négyen vannak itt. Igazság szerint, amikor a jégen el tudunk kezdeni dolgozni, majd az edzők folyamatosan figyelni fogják, hogy ők hogy dolgoznak, és aszerint fognak majd szelektálni, hogy melyik őjük az, aki alkalmas arra, hogy szerződést kaphasson a felnőtt csapatban, és akinek már szerződése van, az ugye gőzerővel készül. Ez egy nagy kihívás lesz, hogy igazi csapatot építsenek az edzők a játékosokkal együtt. Ugye egy hónap, kicsivel több mint egy hónap van addig. A csapatnak a gerince elég szűk, azok, akik maradtak tavaly óta, úgyhogy egy teljesen új gárdával fog nekiállni. Persze vannak visszatérő játékosok is, akiknek már nem lesz ismeretlen a környezet, de ettől függetlenül nagy hangsúlyt kell arra fektetni, hogy összeszokjanak a játékosok, és hogy lehet kialakítani azt a szisztémát, hogy együtt hogy tudnak jól boldogulni a pályán majd. Tény, hogy minden sportoló, hogy nyerni szeretne, meg szeretné nyerni a bajnokságot. Bízunk benne, így állnak hozzá a játékosok is. Az, hogy mi az elvárás a vezetőség részéről, az még nincs kihirdetve, de azt gondolom, hogy egy építkezés most az, ami folyik, és úgy gondolom, hogy az elvárások azok fokozatosan fognak kialakulni. Úgyhogy bízunk benne, hogy a szurkolók is türelmesek lesznek. Megnézzük, hogy mit tud majd ez a gárda kihozni magából, hogy tud csapattá érni, és meccsről meccsre fogjuk látni, hogy milyen teljesítményre képes. Egy sikertelen szezon az törvényszerű, hogy veszteséggel jár, tehát itt szurkolókat veszítettünk, ez érződött már a szezon végén, egyre kevesebben látogattak ki, mert hát mindenki azt szereti, hogyha a csapata nyer és együtt tud örülni vele. Azt gondolom, Dunajvárosban azért a jégkorongnak van egy törzs közönsége, és Dunajvárosban nagyon szeretik a jégkorongot, és hogyha jönnek az eredmények, akkor biztos vagyok benne, hogy azok is, akik egy kicsit elvesztették a hitüket, vissza fognak térni ide a stadionba, és együtt fognak szurkolni a többiekkel a csapatnak. A következő szezonban először augusztus 10-én láthatjuk a jégen a csapatot, amikor is a Székesfehérvár ellen játszanak edzőmérkőzést. Iratkozz fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb anyagainkról!